Két évvel ezelőtt Zürichben érvényes kísérlet nélkül zárta az Európa-bajnokságot Szikszai Róbert, aki Amszterdamban a legkisebb nevezési eredménnyel rendelkezett a 30 versenyzőt számláló mezőnyben. A diszkoszvetés selejtezőjét rendhagyó körülmények között az amszterdami belvárosban a Múzeum téren rendezték meg. A 63 méter, 20 cm-es egyéni csúccsal rendelkező junior Európa-bajnok a selejtező második csoportjában lépett dobóállásba. Elsőre biztonsági dobot, majd két érvénytelen kísérlet következett. A 12-es döntőbe jutáshoz 63 méter, 74 cm-es eredmény kellett, így a nyíregyházi fiatalember egyéni legjobbja is kevés lett volna a fináléba kerüléshez. Szikszai ettől függetlenül többet várt magától. Jó formában voltam, úgy érzem, 60 méter fölött dobáltam egész évben. Ezzel az eredménnyel elégedett lettem volna, 60 méter, 58-ra is sikerült, ami így nem annyira rossz, de szerettem volna jobban dobni. Nagyon jó hangulat volt, rengeteg néző, ugye azért egy város központban mindenféleképpen jó dolog dobni. És hát nagyon jó mezőn gyűlt össze, mert majdnem 64 méter kellett a döntőbe, úgyhogy az most kicsit messze volt. Kerekes László edző Szikszai amszterdami szereplésében is megpróbálta megtalálni a pozitívumokat. Persze a sajnálja a szakember, hogy tanítványa az év legfontosabb versenyén nem tudta megközelíteni egyéni legjobbját. Mondhatnám azt, hogy előrébb léptünk. Ahhoz, hogy ezt valaki megértse, ahhoz egy-két konkrét tényt azért közelen kellene. Ugye Robi volt ebben a mezőnyben a legfiatalabb, a legkisebb egyéni csúccsal rendelkezett, és ugye az első érvényes dobás után, amit a második selejtező csoportban ért el, már tudtuk azt, hogy 63 méter felett kell teljesíteni ahhoz, hogy tovább kerülhessen. Ezért kockáztattunk, és két olyan dobást hajtott végre, ami nem sikerült, de ez azt jelenti, hogy többre is képes lehetett volna, így nagyon rosszul hangzik ez az 58, de teljesen mindegy, hogy 58-al vagy 62-vel esik ki a döntőből, és ezért így kockáztattunk, ami nem jött be most. Szikszai Róbert már hétfőn bizonyíthatja, hogy jobb formában van a Hollandiában mutatottnál, ugyanis neves ellenfelek társaságában lép dobóállásba Székesfehérváron a Gyulai István Memoriál atlétikai magyar nagydíjon. Azt követően a magyar bajnokságon, az országos csapatbajnokságon és a hagyományos szezonzáró nyíregyházi dobógálán lesz lehetősége arra, hogy elérje célját, azaz megjavítsa egyéni legjobbját.